Lalival a kiképzésnél ott tartunk, hogy most már a munkatársaim is bekapcsolódnak majd a munkába. Engem nagyon jól megszokott a kutya, haladunk az engedelmes kiképzésre. Ugye, mint mondtam, a munkatársaim is bekapcsolódnak, és ők is elkezdik a képzést Lalival. Hát, hogyha már a kutyaközpontban végigmegyünk az összes kiképzőn, és mindegyikünket megszokja a kutya, akkor fog az következni, hogy megkérjük a sarki fűszerest, az újságárust, a rendőrőrmestert, hogy ő is segítsen a kiképzésbe, hogy minél több személlyel legyen a kutyának kontaktja, hiszen majd az lesz a végeredmény, hogy azt szeretnénk, hogy a kutyát örökbe fogadja valaki, és egy teljes életet élhessen a kutya, az emberek között, a városi forgalomba, az emberi környezetet megszokva kialakítsanak vele egy normális kapcsolatot. Át is adom Daninak a póráz végét, hogy ő is akkor elkezdjen gyakorolni Lalival. Fixik a Lali. Ügyes, szuper. Ez tökény, okos, jól. Fixik. Okos, ez az. Erős. Fixik a Lali. Okos vagy, szuper. Okos, jól. Okos. Ez az. Nagyon jó. Fixik a Lali. Nagyon ügyes. Ül.